Sziasztok! Ez itt a Nem kötelező olvasmányok. Tudjátok, olvasni nem kötelező, de buli. Szilágyi Őrzsébet e-mailjét megírta emotikonokkal, azt is teljesítette. Fiának megy a mail London városába, ahol az mosogat egy setét kocsmába. Gyermekem, jól vagy-e London városában? Megjött-e a csomag? Benne kis kolbász. Egyél ám, nem fázol? Van ott meleg holmi? Inglisül beszélsz már? Tudunk majd Skype-olni? Kell-e pénz? Ide néz, nem élünk nagy lábon. De amit spórolunk, összeguberálunk. Hát az az egyetem. Gyűjtesz a tandíjas, az a lány. Gwendolyn, olyan, mint egy díva. Kattintja a küldést, sürgeti a gépet, ám a rendszerhiba fel, éppen most lépett. Apukám, levelet írtam a gyereknek, a szovák hová tűnt? Kihajítom ezt-e? Letöröm derekat, ha a gépet bántod. Egy vagyon, aranyom. Kérjük meg a Márkot. Értem én, szomszéd úr, hogy a cucc beégett, gőzöm sincs, mi a baj. Hívják fel a céget. Vinné el e-mailen bár valami angyal, úgy talán szót váltok az én kisfiam. Nyugalom, asszonyom, húzza ki a rútert, hogy az mi? Kis doboz. Szíve attól bújt el. Nevelem visítson, nem tehetek róla, a vonal működik, mint egy svájci óra. Keressen fekete dobozkát, amelyben a zöld fény éjjel is motoszkált. Rútere fekete, kutasson utána, másszon fel, nézzen be padlásra, kamrába. És hogyha kihúzta, várt 10 másodpercet, akkor dugja vissza, hát ha villog, serceg. Keresik, kutatják kamrában, padláson, szegecselt gerincel, ki lesz ki felmassza. Megnézik végül a beépített szekrényt. A router ott gubbaszt, leszidott gyerekként. Kihúzzák, kapcsolják, delejes fény villan, az e-mail kiröppen a mailboxból vígan. Pár perc sem telt belé, már is jött a válasz. Mobilról elküldve, szívés és nyájos. Köszi a csomagot, kéne pénz is, némi. Ó, igen, jaj, igen. Így csak őtől.